nézzük is meg, hogy hogyan is oldhatnánk meg egy írásbeli szorzást. Mindig ugye először is becsülünk, majd megoldjuk a szorzást, és utána pedig ellenőrzünk. 142x4. Ezt tízesekre kellene nekünk is becsülni. A 142-t, hogyha tízesekre becsüljük, akkor mivel itt a tízesek helyén ugye négyes áll, utána pedig egy kettes, a kettest ezt lefelé kerekítjük, tehát 140-re fogjuk kerekíteni. Ezt a 140-et viszont még meg kell szoroznunk annyival, amennyi a szorzásunkban is szerepel, tehát 4-gyel. És akkor ezt úgy tudnánk kiszámolni, hogy felbontjuk, hogy 100-szor 4 meg 40-szer 4 egyenlő. Ugye 100-szor 4 az 400, 40-szer 4 az 160, és 400 meg 160 az 560, tehát a becslésünk az 560 lesz. És akkor elvégezzük a szorzást. Úgy fogunk szorozni, hogy a 4-gyel minden tagot beszorzunk. A 2-est is, a 4-est is, és az 1-est is. 4x2 az 8, és leírom a 8-at. 4x4 az 16, leírom a 6-ot, és marad az 1, amit pedig ide felőre fogok írni. És 4x1 az 4, meg 1 az 5. Tehát 568 jön ki eredményként, és utána fogunk ellenőrizni. Az ellenőrzésnél viszont arra kell odafigyelni, hogy az eredeti számunkat, amit a 142, őt fogjuk leírni egymás alá annyiszor, ahányszor ugye megszorozzuk, tehát mivel 4-gyel szoroztuk, akkor 4-szer fogjuk leírni egymás alá a 142-t, és összeadjuk. 2 meg 2, 4, meg 2 az 6, meg 2 az 8, 4 meg 4 az 8, meg 4 az 12, meg 4 az 16. Leírom a 6-ot, és az 1-es maradékot pedig ideírom. 1 meg 1 az 2, meg 1 az 3, meg 1 az 4, meg 1 az 5. És láthatjuk, hogy az ellenőrzésnél is 568 jött ki, ugyanannyi, mint amennyi a szorzásnál jött ki. Mivel megegyezik a kettő eredmény, így jól dolgoztunk.